Szeretettel köszöntelek benneteket, és nagy örömmel vagyok itt, és nagy megtiszteltetésnek élem meg azt, hogy felkértek arra, hogy tegyek tanúbizonyságot a megújulásról és a megtérésemről. Hát bevallom őszintén, hogy amikor először felkértek erre, akkor bár a megtiszteltetést azt már akkor is éreztem, de bennem volt egy ilyen stop érzés, hogy hát de pont most, Uram, hát szétesőbe az egész életem, nagy változáson megyek át, és pont most kellene tanúságot tenni rólad. És már egyből jelent is meg a lelkemben a visszhang, hogy aki megvall engem az emberek előtt, azt én is megvallom Atyám előtt. És ettől a pillanattól már nem volt kérdés bennem az, hogy tényleg beszéljek arról őszintén, amit igazából itt hordozok a szívemben, és ami valóban számomra nagyon fontos érték. Hát a megtérésről, hogy, és a megújulásról, hogy mit is gondolok, számomra megtérés az, amikor egy hamis életből igazi értéket követő életbe lépünk át. És ezt van, aki Krisztusnak nevezi, és van, aki igazi életnek nevezi. Én bennem a kettő összetalálkozott. És amikor a kettő összetalálkozott, akkor éreztem azt meg, hogy számomra a hit az már nem csak valami elvont dolog, hanem nagyon keményen személyessé is vált. Én úgy érzem, hogy hitem mindig is volt, és nem is kevés. Viszont amikor úgymond megtérési folyamaton mentem át, és átadtam ennek a vezetésnek magamat, akkor azt tapasztaltam meg, hogy az a magány, amit a Krisztus nélküli hittel éltem meg, az feloldódott benne. Régen is voltak Isten tapasztalataim, Isten élményeim, nagyon sokat meditáltam, imádkoztam, de úgy valahogy éreztem, hogy mintha olyan érzésem lenne, hogy majdnem ott vagyok, vagy majdnem ugyanaz. De ez a majdnem éreztem, hogy mindig ott van, és nagyon zavart. Több spirituális úton elindultam, vagy hát kerestem az Istent, különböző vallásokban is, keleti vallásokban is, viszont éreztem, hogy valami, minden jó, minden szép, mindenki ugyanarról beszél, és mégis valami hiányzik, valami. Most már úgy hívom, hogy az élő forrás. És amikor ezt úgy megtapasztaltam, hogy, és rájöttem arra, hogy hát ez tulajdonképpen ez a keresztény hit, tehát hogy itt igazából Krisztus személyéről van szó, és hogy ő hiányzott az egész hitéletemből és vallásosságomból is, hát akkor ez az érzés engem nagyon felszabadított. Felszabadított először is önmagam rabságából, a nagyon sok mintarabságából, amiket követtem, tudva, tudatosan, vagy éppen tudatalatt. És azt éltem meg, hogy a szeretet már nem csak érzés, hanem a szeretet az sokkal több ennél. A szeretetben ott van a bölcsesség is, ott van a mélység is, de ott van a magasság is. De csak akkor, amiután ezt összekötöttem, és össze tudom kötni Krisztussal. Mert azt elmondom, hogy ez a megtérési folyamat, ez elkezdődött bennem körülbelül egy olyan 4-5 éve. Viszont azóta is szinte azt kell mondanom, hogy minden egyes nap meg kell térnem. Ezt élem meg. Minden egyes nap kicsivel többet ismerek meg Krisztusból, kicsivel többet ismerek meg az élő forrásból.
És nem igaz az, hogy mindig a forrás közelében vagyok, mert sajnos nem. Viszont olyankor most már tudom, hogy le kell ülnöm, és nagyon mélyen magamba kell néznem, amikor nem érzem magamban ezt az igazi életforrást. Van ez olyankor is, amikor például nagyon sokat imádkozok, de mégis azt érzem, hogy valahogy nem az igazi, vagy meditálok, de hogy valami nem az igazi. És olyankor mindig, most már tudatosul bennem az, hogy nem jól közelítek az imámhoz. Kihagyom, kifelejtem olyankor belőle a szívemet. És ez az a pont, vagy ez volt az a pont, ami úgy éreztem, hogy amikor ezt megtapasztaltam, már nem tudtam nem tudomást venni róla. Szóval azt hittem, hogy ha Istenre igent mondok, akkor jön valami nagyon szépséges, rózsaszín felhős időszak, és hát ehhez képest azt kellett megtapasztalnom, hogy nem, hogy a rózsaszín felhők kezdnek eltűnni, hanem hogy megpróbáltatások után következnek. És azt vettem észre, hogy az életem kezd úgymond szétholni. Kívül szétholni, de mégis belül azt éreztem, hogy végre kezdem megtalálni önmagamat. Végre kezdem megtalálni azt az utat, amire valóban a Jóisten hív. Mint említettem, hitem addig is volt, viszont azt a hitet nem a Jóisten táplálta, hanem én tápláltam. És amiután személyessé vált Krisztussal a kapcsolatom, azóta már ő táplál engem. És ez óriási nagy különbség és változás lett az ima életemben is, és a megéléseimben is. Hát igazából, hogy megújulni, az valóban minden egyes nap. Tehát minden reggel úgy kelek fel, hogy mi az, amiben ma megújulhatnék, vagy mi az, amire a Jóisten ma pont hívni akar, hogy valamit jobban csináljak, vagy valamiben valamit elhagyjak. Mert hogy ugye a megújulásban benne van az a rész is, hogy engedem, hogy a Jóisten lemetsze rólam azokat az ágakat, amelyek már nem hoznak termést. És én most az életemnek abban az időszakában vagyok, amikor a metszések már elkezdődtek. Viszont azt élem meg, hogy mindig erőt ad. Tehát csak olyanra hív meg, amihez a kegyelmet is adja, és az erőt is adja. Erre konkrét példa, két gyerekem van, és a két koraszülő gyerekem, és a második, az első gyerekemnek a kórházban levése is nehéz volt, viszont ott még nem volt személyes az Isten kapcsolatom, nem volt személyes a hitem. És el kell mondanom, hogy nagyon, bár szeretett robbanásként éltem meg az első gyerekemnek a megszületését, az, hogy koraszülött volt, ezt úgy nehéz volt kezelnem. Ennek ellenére persze ott volt egy ilyen pozitív hozzáállás végig, és tudtam azt, hogy biztos, hogy jó lesz. Valahogy nem volt kérdés a számomra, hogy a gyerekem egészséges lesz-e. Tudtam belülről, belső bizonyosságom volt arról, hogy minden rendben lesz, és hogy hiába, hogy nehézségekkel született, Jóisten megsegít. De akkor még nem Krisztus segített meg, hanem a Jóisten. A második gyerekemnél pedig, hát a második gyerekem igazából bevezetett engem a kereszténység megélésébe. Nagyon vártuk a második gyereket, nem akart jönni. 5 évet vártunk rá, és én ez az 5 év alatt már szinte azt kell mondanom, hogy már mindent feladtam belül, hogy hát ha Jóisten, én úgy érzem nagyon erősen belülről, hogy arra hívsz, hogy tényleg második gyerekem legyen.
gyerekünk legyen. És mégis azt éltem meg, hogy nem akarjon. És nem értettem, hogy érzem a vágyat, egyre nagyobb a vágy bennem, és mégis imádkozok, és mégis nem akar megszületni. És amikor teljesen elengedtem, de annyira teljesen, hogy már lemondtam tényleg mindenről, és átadtam a Jóistennek a kezébe, megfogant. És ez akkora bizonyosság volt afelől, hogy a Jóisten csak úgymond próbára tette a hitemet, hogy valóban szeretem-e őt, és tényleg követném-e őt, hogy hát ezt így most utólag visszatekintve rá, hát nagyon szép élmény volt. Nagyon szép élmény volt ezt így megtapasztalni. Ennek az útnak a minden fázisát, ahogyan ő vezetett. És amikor megszületett a második gyerekünk, ő is koraszülött lett, de ő viszont már nagyon súlyosan koraszülött, és 2 hónapot voltunk szülés után a kórházban, intenzív osztályon, abból 1 hónapot, és még 1 hónapot otthon, tehát igazából 3 hónap elzárva a világtól, és ennek ellenére úgy jöttem ki a kórházból is, ebből a 3 hónapos bezártságból, hogy életem egyik legszebb és legintenzívebb időszakát éltem meg a kórházban. Rengeteget imádkoztam, és imádkoztunk közösségileg is az édesanyákkal, de megerősített akkor ott a hivatásomban, a segítő szakmában, és megerősített a hitemben. És végig azt éltem meg, hogy bár nagyon nehéz, iszonyatosan nehéz volt a másik gyerekemtől távol lenni, hiszen addig minden csak róla szólt, tehát tényleg az egész életünk csak utána volt és körülötte volt berendezve. Ennek ellenére nagyon sok szép olyan Isten élménnyel gazdagított és ajándékozott meg az a 3 hónap alatt a Jóisten, hogy én tudom, hogy így a hétköznapi világi ember számára nagyon, hát nem is tudom, érdekesnek hangzik, vagy furának hangzik az, hogy lehet 3 hónap bezártság és elzártság a családtól életemnek a egyik legszebb időszakaként beszélni róla. Én mégis így éltem ezt meg. És tudom, hogy ez az út is része volt annak, hogy felkészüljek a további megtérésemnek egy még mélyebb pontjához. Úgyhogy én csak azt tudom mondani mindenkinek, hogy valóban, hogyha sikerül szívünkből átadni a Jóistennek az életünket, és szívünkből meg tudjuk engedni azt az igent, nem csak fejből, nem csak szavak által, hanem a szívünkből is, akkor a Jóisten a többiről majd gondoskodik. Nekünk egyetlen feladatunk az, hogy ez az igen, ez valóban szívből megérett és szívből jövő legyen. Köszönöm szépen!